Ugye van egyszer egy Nemzeti Úszó és Vízilabda Centrum program, ez a most folyó összegeken túl, mert most is zajlanak fejlesztések, jelent 6,3 milliárd forintot. Beszélünk ezek után egy másik 6 milliárd forintról, ami a most futó várfelújításon felüli újabb beruházást jelent, ez 12,3. Beszélünk 9 hektárnyi átadott földterületről. Ennek az értékét most így nem tudom hirtelen megbecsülni, mert itt nem is az a kérdés, mennyi az érték, hanem az a lényeg, hogy oda fogjuk adni a városnak. Hogy ezt aztán majd milyen értékkel könyveli el a város, ez a magasabb tudományok közé tartozó kérdés, amelyek meghaladják a mi fölkészültségünket. És van az útépítésnek a kérdése. Mi úgy számolunk, hogy az M3-as eléréséhez 30 milliárd forintos beruházást kell végrehajtanunk. Tehát amit biztosan tudunk, az 30 milliárd, 6,3 plusz 6, és a 9 hektárnyi területnek az átadása, és a mozzajló beruházások, amelyek szintén sok milliárd forintot jelentenek. Azt nem mondom, hogy ki vannak stafírungozva, mert azért még többre is szükség volna itt Eger városában, de vannak a világon városok, amelyek szívesen cserélnének a mai napon Egerrel. Ennyit talán mondhatunk.